Vajon mi a titka Albert Schweitzernek, Mahatma Gandhinak, Martin Luther Kingnek és Teréz anyának, hogy olyan megállíthatatlanul motiváltak voltak? Azt hiszem, hogy én tudom a titkot, és október 7-én a Dynamic Day-n az előadásomban el is fogom mondani. Ha te is szeretnél megállíthatatlanul motivált lenni, akkor gyere el! Fogadjátok sok szeretettel Bojtos Zoltán gyémántot! Sziasztok! Énekeljek, vagy steppeljek? Beszélni fogok, mert egyik-másikat sem tudom csinálni. Egy komoly témát hoztam, és ilyen a hangom sajnos, de azt javaslom, hogy ne jegyzeteljetek, egyrészt mert fel is veszik, másrészt mert a végén fogok ajánlani egy könyvet, amiben minden benne lesz. Egy történettel kezdem, a Pittsburghi illetőségű Wheeler MacArthur fényes nappal kirabolt két bankot úgy, hogy nem húzott állarcot a fejére. Nagyon elcsodálkozott, mikor a rendőrök elfogták, mert nem értette, hogy hogyan filmezhették le rablás közben a kamerák, mikor ő az egész arcát, még a szemhéjait is bekente citromlével. Annyira hitt ebben a butaságban, hogy amikor a rendőrök megmutatták neki a felvételt, akkor azt állította róla, hogy ez hamisítvány. Ahogy Epiktétosz mondja, a baj nem azzal van, amit nem tudunk, hanem azzal van, amit rosszul tudunk. Ezt úgy tudnám a leginkább szemléltetni, hogy valamennyien egy furcsa szemüveget viselünk. Egy olyan szemüveget, amelyik megszűri a körülöttünk lévő valóságot, néhány elemet elrejt, és csak azokat engedi, hogy lássuk, amely elemek megegyeznek a világnézetünkkel, a gondolkodásmódunkkal és az előítéleteinkkel. Mindenkin van ilyen szemüveg. Rajtam is. És mindenki más és más. Én most olyannak látlak titeket, mint a törp falva lakóit, vagy az avatárból a navikat. Én azt gondolom, hogy ma fogok itt olyan dolgokat mondani, ami a ti szemüvegeteken nem menne át. Ezért az a javaslatom, hogy mindannyian vegyük le most ezt a szemüveget. Sőt, ne is csak levegyük, hanem tapossuk is össze. Azt gondolom, hogy az a jobb, hogyha mindig nyitottak vagyunk, és megpróbálunk minden apróságot észrevenni. Az ember megszületik, és egyszer majd meghal. A lehetőségeink időkorlátokhoz vannak kötve. Amikor ez tudatosul bennünk, akkor automatikusan fokozza a motivációnkat. Hogyha rádöbbenünk, hogy az időnk véges, akkor automatikusan elkezdünk az időnkkel gazdálkodni. Sok emberben még az is felmerül, sajnos nem mindenkiben, hogy mivel szeretném én ezt az időt eltölteni. Vagyis jövőképet készítünk magunknak, ami aztán az alapja lesz a motivációnknak. Fogok még a jövőképről ma sokat beszélni, de előbb nézzük meg, hogy milyen fajta motivációk léteznek. Nem mondok újat azzal, hogy van a külső és van a belső motiváció. Ugye a külső motiváció az klasszikusan a cukor és ostor módszere. Aki elkapott egy cukrot, annak lesz egy DSP-s belépője. Ezt azóta ki akarom próbálni, hogy Dubajban a gála vacsorán volt az a felejthetetlen mágus, aki ott volt, az emlékszik rá. Szóval a cukor és ostor módszer, amikor jutalommal vagy büntetéssel való fenyegetéssel akarunk motiválni. Ezzel a motivációval két komoly probléma van. Az egyik, hogy az csak addig tart, addig működik, ameddig fenntartjuk ezt a motivációt. A másik az, hogy képzeljétek el, de ez megöli a kreativitást. Egy gályarabot korbáccsal könnyen rá lehetett venni arra, hogy egy végtelenül egyszerű műveletet az evezővel való lapátolást elvégezze, de manapság már nagyon kevés az ennyire egyszerű feladat. És nem tudom, hogy jutott-e már eszébe valakinek, hogy a nyugodtan kezett fel, hogy az üzlettársait jó meg kellene korbácsolni. Nekem ilyen soha eszembe nem jutna, de nem is működne. Tehát ezért kell törekedni arra, hogy mind magunkban, mind a munkatársainkban belső motiváció alakuljon ki. A belső motivációnak a legismertebb fajtája a belső célmotiváció. Gyakorlatilag az összes motivációs tréner azt ajánlja, hogy tervezd meg a céljaidat, legyen célfüzeted, írd bele, hogy mit, mikorra akarsz elérni, és
Ez a dolog úgy működik, hogy amikor célokat állítunk fel, akkor bekapcsol az agyunk úgynevezett prefrontális kérge, amelyik képes arra, hogy jövőképeket gyártson. És aztán amikor mi ezeket a célokat később felidézzük magunkban, nagyon intenzív érzelem keletkezik, ami rá tud venni minket arra, hogy ezekért a célokért tegyünk is valamit. Csak közben nem vagyunk boldogok. Sőt, inkább frusztrál bennünket az, hogy ezeket a célokat még mindig nem értük el. Pedig már milyen sokat dolgoztunk érte. Egészen a célig nincs elégedettség érzése. Aztán amikor elérjük a célt, akkor nagyon boldogok vagyunk, dopamin szabadul fel bennünk, ettől a testsúlyunk sokkal könnyebb lesz, mert ilyen 10 centivel a föld fölött lebegünk. Csak ekkor bekövetkezik valami, amivel az agyunk nem számolt. Egy hedonista adaptáció nevű jelenség. Emlékezzetek vissza, hogy milyen volt, amikor legutoljára elértetek egy fontos célt. Mondjuk itt a DX-ben egy üzleti szintet. Milyen boldogok voltatok, meg volt a lebegés is biztos. És mit éreztetek 2 hónap múlva? Vagy 1 fél év múlva? Ennyi idő elteltével egy elért cél már semmilyen pozitív élmény nem vált ki belőlünk. Egyszerűen megszokjuk. Ez a hedonista adaptáció. Mit gondoltok, hogy egy lottó nyertes 1 fél évvel a nyereménye után mennyire érzi magát elégedetnek? Pontosan annyira, mint valaki, aki 1 fél évvel ezelőtt elvesztette az egyik végtagját. Nem hiszitek el, egy kutatás ezt derítette ki, hogy a lottónyertesek és az amputáltak 1 fél év elteltével tökéletesen egyformán voltak elégedettek a sorsukkal. Azért ez elég döbbenetes. Egy másik kutatás pedig azt mutatta ki, hogy a pénz az nem motivál, hanem a pénznek a hiánya motivál. Tehát amikor elérted azt a szintet, hogy már keresel annyit, van annyi pénzed, amivel magadat és a családodat tisztességesen el tudod tartani, onnantól már nem nagyon motivál a pénz. Hogyan reagál az ember a hedonista adaptációra? Nagyon egyszerűen egy újabb és még nagyobb cél tűz ki maga elé. Ha nem volt olyan jó az Audiban, akkor majd sokkal jobb lesz a Porsche-ban. És kezdődik az egész előről. Nagyon sok sikeres embernél megfigyelték ezt, egyfajta célfüggőség jött létre náluk. Szerencsére a célmotivációnak is van alternatívája, ez pedig a belső útmotiváció. Az útmotiváció rendelkezik a célmotiváció intenzitásával, de kikerüli a hedonista adaptációt, így a jelenben is boldoggá tesz. Fontos eleme a belső jövőkép. A belső jövőkép végcélok helyett hosszú távú célokat jelent, és benne van a válasz arra a kérdésre, hogy mivel szeretném én az életemet eltölteni. A belső jövőkép nem az eredményre koncentrál, hanem a tevékenységre. Nem a célra, hanem az útra. Ahogy egy régi mondást tartja, az út maga a cél. A belső jövőképünk felállítása közben lefektethetünk határköveket, de ezek nem célok. Ezek csak jelzik időről időre, hogy a megfelelő irányban és a jó úton haladunk-e. Amikor olyan dolgokat teszünk, ami a belső jövőképünk kialakulása felé vezet, vagy beteljesülése felé vezet, akkor gyakorlatilag olyan dolgokat csinálunk, amit szeretnénk. Ezért az az érzés keletkezik bennünk, hogy tulajdonképpen minden úgy van, ahogy annak lennie kell. Emiatt elégedettséget érzünk, dopamin szabadul fel bennünk, kreatívak leszünk és könnyen tanulunk. Azok a képességeink, amelyek a jövőképünket érintik, egyre jobbak és jobbak lesznek. Minden egyes javulással nő az esélye a további javulásnak. Ezért ezeken a területeken egészen a mesteri fokig leszünk képesek fejlődni. Ilyen nagyfokú fejlődés nem képzelhető el semmilyen másik motivációs módszerrel. Hogyha én belegondolok abban, hogy mennyit fejlődtem, amióta a DX hálózatépítője vagyok, egészen elképesztő. Amikor 2011-ben a Happy Wife, Happy Life elv alapján, ott tegye meg a fenne, csatlakoztam a páromhoz, biztos nem mertem volna ide feljönni a színpadra, hogy ilyen rossz kereket hangon előadást tartsak a motivációról. A sikeres emberekben van egy közös dolog, hogy amikor azt a tevékenységet végzik, amiben sikeresek lettek, akkor úgynevezett flow élményben van részük, amiről Csíkszentmihályi Mihály írt először. Akkor vagyunk flowban, amikor annyira belemerülünk egy tevékenységbe, hogy nem veszük észre az idő múlását, nincsenek testi szükségleteink, nem vagyunk éhesek, szomjasak, megszűnik a számunkra a külvilág. És közben ömlik bele a dopamin a véráramba.
Ilyen nagyfokú elégedettséget csak akkor érezhetünk, hogyha úgy érezzük, hogy amit teszünk, annak van értelme. Albert Schweitzer azt mondta, hogy nem a siker a kulcsa az elégedettségnek, hanem fordítva. Az elégedettség a kulcsa a sikernek. Hogyha szeretem, amit csinálok, akkor sikeres leszek benne. Ahhoz, hogy egy jól működő útmotivációt ki tudjatok magatoknak alakítani, még egy nagyon fontos és nagyon erős érzelemre van szükség, amit a szakirodalom meaningnek nevez. Ezt nagyon nehéz pontosan lefordítani. A meaning akkor jön létre, amikor olyan dolgokat teszel, ami nem a te önös érdekedet szolgálja, hanem egy közösségét. Ehhez az kell, hogy csatlakozz egy közösséghez, amelyiknek a jövőképe hasonlít a tiédhez. Amikor emberek közös jövőkép alapján fognak össze, hihetetlenül erős, motivációs elő keletkezik. Ez az erő mozgatta a történelem kerekét. Diktátorokat taszított le, forradalmakat robbantott ki, és megváltoztatta a világot. Erre épül az összes világvallás. Ezt élik át a foci drukkerek, és ezt tartja össze a háborús veteránokat. Én azt gondolom, hogy mi itt a DX-ben nagyon szerencsések vagyunk. Tegye már föl a kezét az, aki már kapott hálás visszajelzést a fogyasztóitól, hogy valamelyik termékünk használt az egészségének. Az is mellé teheti a kezét, aki nem kapott még ilyet, de hallott róla. Most már letettétek a kezeteket, de körbe lehetett volna nézni. Azt hiszem, hogy ezek az emberek tudják, mi az a meaning. Hogyha magaddá tudod tenni a DX-nek a jövőképét, hogy a Földön ne legyen szegénység és betegség, akkor ez a te számodra is lehet egy ügy, amivel szívesen töltöd el az életed. És ezzel együtt egy fantasztikusan erős motiváció forrása. Simon Sinek azt tanítja vállalatvezetőknek, hogy ha olyan embert veszel fel, akinek csak a szaktudására van szükséged, akkor ez az ember csak a pénzért fog dolgozni. De ha olyan embereket alkalmazol, akik hisznek abban, amiben te, ezek az emberek az életüket és a vérüket is adják a közös célért. Ezeket az embereket nem kell motiválni, ezek az emberek gyárilag megállíthatatlanok. Ahhoz, hogy a meaningnek az erejét használni tud a motivációdban, arra van szükség először is, hogy csatlakozz egy közösséghez, amelyiknek a jövőképe hasonlít a tiédhez. Járj el ebbe a közösségbe, tehát gyere el mondjuk szemináriumra időnként. És a harmadik, hogy legyenek önzetlen elmek a jövőképedben. Ha lemondasz a meaningről, akkor a motivációd olyan erős lesz, mint egy trabant, márpedig nekünk milyen járműre van szükségünk, osztály, olyanra, amelyiknek, ha odalépsz a oktogonnál, az Andrássy utat maga alá rántja, úgyhogy a hét vezéri noga lován a hősök terén. Ahhoz, hogy egy útmotivációt ki tudjatok alakítani magatoknak, jövőképet kell csinálni, ugyanis a jövőkép fogja benned kialakítani az útmotivációt. Hogyan készítünk jövőképet? Négy lépésen kell keresztül menni, vagy végigmenni. Az első lépés az SWOT analízis, ehhez majd vegyetek elő egy fehér papírlapot, egy függőleges és egy vízszintes vonallal osszátok négy egyenlő részre. Bal felső részre jönnek az erősségeitek, a jobb felső részbe a gyengeségeitek. Szerintem ezt különösebben nem kell magyarázni, de mondjuk nekem az erősségem az időgazdálkodás, vagy a kötelességtudat, a gyengeségem a türelmetlenség, és ez az átkozott szangvinikus, kolerikus énem. A bal alsó sarokban van a lehetőségek analízise. Itt arról van szó, hogy a ma emberének szerintem olyan sok lehetősége van, mint a világtörténelem során még egyszer sem. És az a tapasztalat, hogy minél több lehetőség közül van módunk választani, annál nehezebben döntünk. És minél tovább lamentálunk egy döntés előtt, annál nagyobb a valószínűsége, hogy azt a döntést utólag bánni fogjuk. Ezért itt az a feladat, hogy ezt a lehetőség ollót kicsit összébb kell zárni. És dobáljátok ki belőle mindazokat a lehetőségeket, amikhez vagy nincs meg az erősségetek, vagy nem a jövőképetek felé vezet. Csak a többit kell bennhagyni. Utána a jobb alsó sarokban van ugye a kockázatok és mellékhatások tekintetében, ne a majdnem németül mondtam, szóval ne a házi orvosodhoz vagy a gyógyszerészethez forduljál, hanem te elemezd végig preventív jelleggel, hogy az előbb kiválasztott lehetőség milyen kockázatokat rejt magába. Ez azért is érdemes megcsinálni, mert nagyon sokszor az derül ki, az jégvilágon semmit nem rejt, úgyhogy nyugodtan el lehet kezdeni. A következő pont lenne a sikereim listája, már nem az enyém, hanem mindenkinek a magáé,
itt annyi időt kell szánni rá, hogy legalább 20 olyan dolgot írj össze, amire büszke lehetsz az életed során, hogy elérted. Ennek a listának az a feladata, hogy amikor a kezedbe veszed, pozitív érzések járjanak át, és kicsit helyre tegye az önértékelésedet, hogyha szükség van erre. A következő pont a motiváló cselekedetek analízise. Itt arra kell választ kapnod, hogy te mivel szeretnéd az életedet eltölteni. A motiváló tevékenységek 4 csoportba oszhatók. Az első csoportban vannak a fejlődéshez vezető tevékenységek, tanulás, önfejlesztés, sportolás, egészséges életmódra való áttérés. A 2. csoportban vannak a teremtő tevékenységek, vagyis a válasz arra a kérdésre, hogy mi marad utánam, ha már nem leszek. Ezek lehetnek fizikaiak, például faültetés vagy házépítés, és lehetnek gondolati tevékenységek, mint a tanítás, könyvírás, értékek átadása, és ide tartozik még a gyerekeink felnevelése is. A következő a kapcsolatépítő tevékenységek, ami szerintem egy hálózatépítőnek munkaköri kötelessége, de képzeljétek, hogy folyik egy kutatás 75 éve már, amelyik arra kereste a választ, hogy mi az áloga annak, hogy hosszú, boldog és egészséges életet éljünk, és az jött ki, hogy nem az iskolázottság foka, vagy az anyagi jólét foka, vagy híres valaki, vagy nem, az emberi kapcsolatainak a száma és a minősége. Magyarra fordítva, minél több barátod van, akikkel rendszeresen összejársz, annál tovább fogsz élni. Tehát ezt ezért is érdemes csinálni. És a 4. pont az önzetlen tevékenység, ez a meaning miatt is fontos. Keresni kell egy olyan dolgot, ami lehetőleg mind a 4 kategóriába beletartozik. És nekem már megint a DX-re jutott az eszembe. Most mondhatja az bárki, hogy akinek csak kalapácsa van, az minden szögnek néz. De ha belegondoltok, DX-re hálózatépítőként benne van az 1. pont, ugye, mert önfejlesztés nélkül nem fogsz tudni sikeres lenni. Benne van a 2. pont, egyrészt a hálózat marad utánad, ha már nem leszel, másrészt meg a megszerzett tudásod át kell adnod, különben megint nem leszel sikeres. A kapcsolatépítés, azt már mondtam, hogy az sowieso, ahogy a Müwert latin mondja. És a 4. az önzetlen cselekedetek, ugyanis a szponzorként átadott tudással is és a termékeinkkel is mások javát szolgáljuk. Amikor ezzel megvagy, akkor ezt az jövőképet fizikailag létre kell hozni. Fontos megjegyezni, hogy ez csak egy béta verzió, egy vázlat, mert nagyon sok ember van, hogy addig nem kezd bele valamiben, amíg nem biztos benne, hogy ez tökéletesre fog sikerülni. De ha azt mondom, hogy ez csak egy vázlat, és majd ebből fog kialakulni a végleges verzió, akkor nincs az a gáz, hogy esetleg a végtelenségig halogatja ennek az elkészítését. Tehát előveszel egy papírlapot, és figyelsz arra, hogy ne csak az értelmedet szólítsa meg ez a jövőkép, hanem az érzelmeidet is. Tehát ha kell, ragasz bele képeket. 4 kérdésre kell igazából választ adni. Az első kérdés az, hogy mivel szeretném az életemet eltölteni. A másik kérdés, mi az a gondolat, ami a legmélyebben megérintett, esetleg mi a kedvenc idézetem? A harmadik kérdés, mi a 3 legfontosabb érték a számomra? És a 4., hogyan lehetnék hasznára a társadalomnak? Szóval ezek nem piskóta kérdések, rá kell szállni az időt, és készítsétek el. Én azt gondolom, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert ösztönösen ki tudtam magamnak alakítani egy útmotivációt. Másrészt azt is gondolom, hogy Albert Schweitzernek vagy Mahatma Gandhinak nem volt célfüzete. Azt gondolom, és ezt nagyon komolyan mondom, hogy ahol akarat van, ott út is van. És az életcélom felé haladva csak 2 dolog következhet be, vagy elérem a célom, vagy az oda vezető úton halok meg. Nincs 3. opció. Végezetül szeretném egy könyvre felhívni a figyelmeteket. Ez a Petr Ludwig cseh szerző műve, A vége a halogatásnak. Ez körülbelül, amiről eddig beszéltem, ez a könyvnek az első 1/3 fele. És a 2. részben nagyon konkrét kis trükköket, módszereket mutat be, hogy a benned lakozó lusta disznót hogyan tudod nap mint nap kitrükközni, hogy minden nap tegyél valamit a céljaid elérése érdekében. Nagyon szépen köszönöm a páromnak, Csillának ezt a diasort. Köszönöm nektek a figyelmet. Annak, aki esetleg csak miattam jött el, annak különösen remélem nem okoztam csalódást. És cél a gyémánt. Thank you.